Dominik és András éppen munkakezdéshez készülődik az Ecseri Kft-nél. Néhány napja dolgoznak itt. Mint mondják, örülnek, hogy pénzt kereshetnek a nyáron. Tapasztalatszerzés főleg ugye, mert ki tudja, hogy végül is miként fogok dolgozni mondjuk a jövőben, meg egyébként szerintem jó dolog belekóstolni ebbe a munkavilágába, hogy nem csak otthon mit tudom én ülni egész délután a sötétben. Ez jó dolog szerintem dolgozni. A szerelében dolgozom, főleg kapuzok, ami azt jelenti, hogy adott öntvényeket, alkatrészeket kell megmérni, hogy jó az anyag vastagság, nincs-e meghajolva az anyag, ilyesmik. Hát nem megterhelő. Kicsit monoton, de egyébként jó. Jogosítványra gyűjtök. Meg hát el szeretnék menni nyaralni is, Balatonra, barátnőmmel, akár haverokkal szórakozni. Az alumíniumból készült autóipari termékeket gyártó Ecseri Kft. A város egyik legnagyobb cége. Mintegy 650-en dolgoznak három telephelyen. Munkatársaik zöme nyáron veszi ki szabadsága nagy részét, a gyártás azonban nem állhat meg. Szívesen foglalkoztatnak középiskolásokat a kollégák helyettesítéséhez. Abszolút szeretjük a diákokat, hiszen ez egyrészt az ő életükben is fontos. Szakmai tapasztalatot gyűjthetnek, bepillantást nyernek a munkavilágába, de természetesen nekünk is fontos, hiszen attól, hogy a kollégáink elmentek pihenni, nyaralni vágynak, nem állhat meg a munka, úgyhogy nekünk is természetesen segítség a jelenlétük. A cégnél leginkább könnyű fizikai munkakörökben foglalkoztatnak diákokat a nyáron. 16 éves kortól délelőtti és délutáni műszakban dolgozhatnak a tanulók. Minden segítséget megadnak a 10 éveseknek, hiszen a jó munkavégzéshez jó munkahelyi légkör kell. Ezt pedig respektálják is a diákok. Segítőkész mindenki, kell segítség, akkor kapunk rögtön. Jó. A legtöbb diák néhány hetes munkát vállal. A tanulók nagy része zseppénzt gyűjt a nyaraláshoz, de a cégnél sok tanuló van, aki szakmai gyakorlatát tölti itt. Az ő tanulásukat a jogszabályban előírt bér felett ösztöndíjjal is segítik. Az Ecseri Kft. Nagyon fontosnak tartja azt, hogy a gyerekek tanulását anyagilag is támogassa, hiszen így lesznek jó szakemberek, így válnak jó szakemberekké, akiket utána természetesen szeretnénk az állományunk között tudni. A diákoknak azt tanácsolja az adóhatóság, hogy mindenképpen kössenek szerződést azzal a céggel, ahol nyári munkát vállalnak.